őt követni, és az ő szellemiségét egyre jobban megismerni, na ez igen, erre van lehetőség, és ez ugyanúgy, mint a pedagógusoknak is, ugyanúgy a kuratórium tagjainak is, az alapítványnak is feladata, hogy a gyerekek ebből egyre többet érezzenek, mert ez azért, hogyha itt megkapják ennek a szellemiségnek csak egy pici kis részét, már egészen másképp fognak útnak indulni, és ez egy nagyon jó út legyen nekik az élethez, a továbbtanuláshoz, mindenhova, hogyha a fáj András szellemiségét egy kicsit magukénak tudják tenni, és annak alapján, hogy aha, igen, én a fáj iskolába jártam, nem egyszer azért én a saját korombelieknél is, de másoknál is hallom, hogy milyen büszkén tudják elmondani, hogy milyen középiskolába vagy milyen egyetemre jártak. Itt is az kell, hogy visszajöjjenek a diákok, az öreg diákok visszajöjjenek, és büszkén vallják, hogy igen, mi a Pécseri Fáy András iskolába jártunk, és az ott kapott szellemiség alapokat, azokat az életben igyekszünk továbbfejleszteni, sőt még átadni a embertársainknak.